Hamarosan kezdődik a VB, de sajnos a magyar válogatott nem jutott ki. A FIFA-nak hála be tudjuk tenni a válogatottat a VB-n szereplő csoportokba, és le tudjuk játszani az egész tornát. De hogy melyik csoportba is fog kerülni, az mindjárt ki is derül. Na srácok, akkor pörgessük ki, hogy melyik csoportba kerül be a magyar válogatott, nagyon kíváncsi vagyok. És a B csoporthoz fogjuk kapni. Szerencsére könnyű csoportba kerültünk, de nézzük, hogy melyik ország helyett kell, úgymond helytálljunk a VB-n. Reméljük, hogy... Jaj, reméltem, hogy nem Irán helyett. Na és srácok, itt láthatjátok, hogy betettem magamat a B csoportba. Megpróbáljuk a lehetetlent, azt, hogy továbbjussunk a csoportból, és talán bejussunk a döntőbe, mert az nagyon-nagyon király dolog lenne. Na de nézzük az első meccsünket. Na srácok, kezdődhet a VB. Ahogy láthatjátok, itt már az emberkék próbálják összeállítani a dolgokat, úristen, az nagyon-nagyon jól néz ki. Ezt már a videóban is láttam, hogy vannak ilyen highlightokat bemutat nekünk a játék. És az angolok ellen fogjuk kezdeni a VB menetelésünket. Hát lehet, hogy nem a legkönnyebb ellenfél így első blikre. Hát ez nagyon nehéz meccs lesz az angolok ellen, srácok. De megpróbálom kihozni azt, amit ki lehet hozni egyáltalán egy ilyen meccsből. Ne, Sterling, úristen, atyai gulácsi, de miért nem tudod megfogni, az már miénk, az jó, Szalainak a passzából lett egy gól, el se hiszem srácok, esközöm, azért nem tudtam reagálni, ki se tudom mondani mindjárt, Anglia ellen vezetünk srácok 1-0-ra, ez esküszöm, hogy hihetetlen, ajaj Sterlinget nagyon le kell füleljük, mert ő eddig a legnagyobb gond, és Harry Kane lő egyet a 16-os sarkáról, és persze, hogy gól lett. Mi más is lehetne? Sallai, jó Schäfer, Szoboszlai, el kell lőni, nem jön össze, pedig meg lett volna. Van még egy fél időnk, szerintem nem vagyunk olyan gyengék, annak ellenére, hogy mekkora különbség van a két válogatott között. Les? Nem les, nagyon jó. Sallai, Szoboszlai, és kapufa, hát ez nem igaz. Szép védekezés. Foden és gól. Nagyon jó. Szalai. Fiola beadja, jön középre, nem tudunk fejelni, hát ez nem igaz, pedig oda, biztos, hogy odaért Szalai. Az nagyon jó labda. Szalai, de nem tudjuk belőni, hát ez nem igaz, Pickford. Fú, a meccs vége előtt, ne Léci. De miért kapunk megint egy gólt? Hát... Na és srácok, ez a meccs ennyi is lett volna, 3-1-re kikaptunk az angoloktól. És akkor jött a következő meccs, ahogy láthatjátok, Wales-szel fogunk összecsapni. Hát, nagyon remélem, hogy ezt a meccset megnyerjük, mert ha nem, akkor nagy bajba vagyunk. Az jó, és ott a gól Szoboszlaival. Szoboszlaival megszerezzük srácok a vezetést, és így 1-0-ra már megyünk Wales ellen, hát reméljük, hogy ez így fog maradni. Valaki ott középen nem jön. Sallai, és ott a 2-0, hát ez eddig nagyon-nagyon egyszerű. 2-0 srácok, Wales ellen, a 9. percben. Eddig mérföldekkel jobbak vagyunk, mint a Walesi válogatott. Az nagyon szép labda, Sallai. Szalai külsővel, ott a Trivella srácok. Szalaival meglőjük a 3. gólunkat a 13. percben, hát eddig ez móka és kacagás. És srácok, kapunk egy gólt. Hát nagyon jó. Úristen, mekkora kiugratás. Na gyere! Szalai, ott a gól. 4-1. Na majdnem a 90. percben van egy szögletünk, amit nagyon elrontok. Ezt nem így kellett volna. De tök minden, szerintem azt a meccset most már valószínűleg, hogy fogjuk hozni. Jó. Szalai, ott az 5-1. Fú, hát Wales-et kivégeztük. Előre léptünk a 2. helyre, hiszen megvertük Wales-t, és jobb a gólarányunk. Ezek az átvezetők valami elképesztően jók. A képen láthatjátok Sallait, és jönnek a többiek is. Hát ezek a bevezetők, ezek nagyon-nagyon dobnak. És itt van Amerika versus Magyarország. Nem tudjuk beadni, nálunk van még a labda. Az jó! És Szalaival meglőjük az első gólt, rögtön az 5. percben. Szalai Ádám. Jajajajajajajaj, úrám, atyám. Egyetlen egy apró, és igen, Pulisic. Egyetlen egy apró esélye volt az amerikai válogatottnak, és azt is kihasználják.
tovább akarok jutni a csoportból. Szoboszlai, az jó, Szoboszlai, be kell fejezni. Jézusom, hogy nem tudjuk belőni, kapufát rugunk egy méterről, hát ez mi a fene? Az óriási passz, Szalai, és ott a gól, Szalaival belőjük. 49. majdnem 50. percben. Gyere, Szoboszlai, és befújja a 11-es, szerintem nem lesz, az egy szabadrugás lesz. Több mint való, és nem basszus, 11-est ad. Na nézzük Szoboszlai 11-esét. Bal felső sarok. Belőttük és a szerencsétlen kapus még elvetődött, de az nagyon jó. Ott a lehetőség és ott a gól, 4-1. Hát, amilyen necces volt az első félidő, a második félidő olyan könnyű. Az óriási passz, Szoboszlai. Szoboszlai, ott van, 5-1. Mehettek haza. Aja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 j
5-3. Hát ez valami elképesztő eredmény. Ahhoz képest, hogy eddig majdnem semmit se csináltak, így az utolsó pillanatokban még azért kapunk két gólt. Ahogy láthatjátok, Anglia 100%-os mutatóval tovább jutott a csoportból elsőként, mi vagyunk a másodikok, Wales a harmadik és az Amerikai Egyesült Államok az utolsó helyen végeztek, úgyhogy mi tovább jutottunk második helyen. Na de srácok, akkor nézzük végig a csoportokat, mert nagyon-nagyon kíváncsi vagyok. Itt, ahogy láthatjátok, olyan dolog történt, amire szerintem nem biztos, hogy a való életben sor fog kerülni. Arra, hogy Hollandia kiesett és csak 2 pontot tudott szerezni, 2 döntetlen, 1 vereség a mutatója. C csoport, Argentina, Lengyelország tovább jutott, én szerintem Mexikónak is van esélye itt. A D csoportban Franciaország, Dánia, ez mondjuk nem is olyan meglepő. Spanyolország, Németország, ez is nagyjából papírforma. Belgium, Marokkó, horvátok csak 1 pontot szereztek, az szép. És a G csoportba Brazília, Kamerun, ez nagyjából várható, sőt szerintem itt Svájc meg Szerbiának is szintén van esélye, de ahogy látom, mind a hármunknak 3-3-3 pontjuk van. És a H csoportból Portugália és Korea jutott tovább. Én azt mondom, hogy Uruguaynak szerintem több esélye van a való életben, hát majd meglátjuk. Szóval mi Ecuadorra fogunk játszani, srácok, és akkor jöhet is a legjobb 16 között a meccsünk. Itt, ahogy láthatjátok, ismét a stadion, ismét a 2 zászló, és jönnek ki a srácok a pályára. Itt azért ez nagyon durva lesz. Én azt érzem, ez nagyon kemény meccs lesz. Az nagyon jó. Szalainak megy az indítás. Nagyon jó. Nem Szalai, Szoboszlai, és ott a gól. 1-0-ra vezetünk Ecuador ellen, majdnem nem tudom kimondani. Ez igen, srácok. 1-0 Ecuador ellen, 14. percben. Az gond. Az egy kicsit gond. Nem volt les? Nem volt les. És az óriási lehetőség. Szalai. Be kell lőni, és ott a gól. 2-1. Már is. 25. percben meglőjük a második gólunkat. Nagyon jó. És megy a labda Szalainak. Szalai. Ha. Egy szöglet azért még összejön ebből. Csak kellene jöjjön még ide valaki segítségnek. Az jó. Nem megy be. És megszerezzük a labdát. Nagyon jó. Négo. Be kell adjuk. De hogy jön a játékosunk basszus a fejesre? Üha. Hát ott gazdaggal nem tudtuk összehozni. Pedig oda pattant pont az ölébe a labda. De nem volt, ahogy gólt lőjön. És Szoboszlainak jó az indítás. Szoboszlai. Eldönthetjük a meccset. Szoboszlai. Ott a gól. 3-1. Hát ezt már nem fogja visszahozni az ecuadori válogatott. Én azt érzem, srácok. Nagyon szép indítás, Nagy Zsolt. Kapja gazdag. Gazdag! És a 4-1. Gazdaggal lövünk még egyet. Az komoly. És srácok, tovább jutottunk, megvertük Ecuadort. Nézzük a következő ellenfelünket. És srácok, a következő meccsen a francia válogatottal játszunk. A negyed döntőben. Argentina 2-1-re kikapott. Francia válogatottól, Lengyelország tovább jutott, Anglia tovább jutott, Kamerun megvárta Portugáliát, az komoly, Brazília tovább jutott, Marokkó megvárta Spanyolországot, az is egy szép eredmény. Hát a legjobb 8 közé bejutottunk, nézzük, hogy a francia válogatott ellen mit tudunk kezdeni. Hát srácok, ez egy elképesztően durva meccs lesz, hogy Willy Orbán
és Szalai Attila kell fusson Mbappé és Benzema után, hát tényleg vakarhatom a fejemet a meccs közben is. Láttátok, Angliával is az volt a helyzet, hogy ott van Szoboszlai, és ott a gól. Én itt közben mesélek, és rúgunk egy gólt, basszus. A francia válogatott ellen a legjobb 8 között. Én itt meg tartom a mesét. Nagyon hosszan vettük át. Ne, léci, ne legyen gól, fejelt ki, de hát ott van, basszus, hogy nem tudja megfejelni? Ezt nem értem, esküszöm, ezt a játékot nem lehet megfejteni. Hogy lehet ilyen? Ott van két játékos, az egyik közelebb van a labdához, és nem fejeli el, hanem ott nézi. Nézd, ketten vannak ott, basszus, és nem tudjuk elfejelni. Ott van Szoboszlainál a labda, Sallói kapja vissza. Nagyon szép. Kurítsuk le. Ott van, Szalai, belelőjük a kapusba. Hát ez nem igaz. Esküszöm, ekkora helyzetet kihagyni, basszus. Ekkora helyzetünk szerintem már nem lesz soha meccsen. Nagyon jó. Az Szalainak tökéletes, csak le kell gurítsuk, mert Szalainak már nincsen ereje. Jó, ott a gól! Uramisten! Sallaival gólt lövünk a 73. percben. Hú, hát ezt jól elküldtük oda a hosszú sarokba. Én itt nem gondoltam volna, amikor rálövöm, olyan szép gól lesz, de összejött. Nagyon szép. Szoboszlai, eldönthetjük a meccset, Szoboszlai, és ott a gól, 78. percben, srácok, Szoboszlaival is lövünk egy gólt, a franciák ki fognak esni, ha így fognak játszani, úristen, esküszöm, nem hiszem, elődöntőben bejutunk a magyarokkal, az nagyon durva lesz. Ebben a pillanatban vége van a meccsnek, 3-1-re megvertük a francia válogatottat, és tovább jutottunk az elődöntőben, nézzük, hogy ki ellen fogunk játszani. Az angolok ellen ismét. És akkor jöhet az elődöntő, srácok. Jézusom, milyen jól néz ki. Hát ez tényleg, esküszöm, nekem hihetetlen eddig. Elődöntőben vagyunk úgy, hogy az angoloktól kikaptunk, most pedig revansot vehetünk. Remélhetőleg valamivel jobban fogunk játszani, mint akkor. Jaj, hát ez eddig nagyon-nagyon intenzív. Eddig nagyon-nagyon jól játszik az angol válogatott, és nem akarom, hogy kiessünk. Úgyhogy nagyon össze kell kapjam magam. Fúha! Ne! Jézusom, Gulácsi! Megmenti az életünket, majdnem gólt kaptunk. Így már a meccs elején. Sterling. Még mindig itt vannak a 16-osunkon belül. Most már a szélén. Ne rálőjék onnan távolra, mert lehet onnan is gólt kapni. Simán. Harry Kane! Úramisten, mekkora gólt kapunk! Ajajajajajajajaj. Az a helyzet Harry Kane-nel, hogy annyira nem gyors, de viszont ha megkapja a labdát, akkor nagyon jól lő. És olyan helyzetben volt, hogy simán be tudta lőni. 1-0-ás hátrányban vagyunk, srácok, még nem is tudtunk kapura sem lőni. Úgyhogy én azt mondom, ezt a Szalait most sajnos le kell, hogy vegyük. És feltesszük helyette Gazdagot, talán Négót is betesszük ide Sallai helyére, és megnézzük, hogy a második fél időben mit tudunk ebből kihozni. Én nem akarok kikapni egyáltalán. Harry Kane-nek második lövése, második gólja. Most esküszön nem csináltam semmit, még ki sem jöttem a védővel sem, de nyilvánvalóan kapunk egy gólt. Az jó. Le kell gurítani, Gazdag kapja vissza, Gazdag, de nem megy be. Csú, meg ez most, ez volt az első lövésünk, de szerintem ezt sem fogja beszámítani. Nagyon kitámadtak az angolok, ez 3-0. Ez 3-0, srácok, fú, basszus. Nem jönnek össze sem a passzok, sem a lövések, pedig ugyanaz a nehézségi szint, mint az előbb a franciák ellen, de nem jön össze. Aja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 j. 85. percben megvan a negyedik gól és az angol válogatottnak. Hát én ezek után szerintem a meccsünket a harmadik helyét le fogom szimulálni, az más köszön nem érdekel. Én azt hittem, hogy az angolokat most meg tudjuk várni valamilyen szinten, ha már a franciák ellen sikerült, de úgy néz ki, hogy ez a meccs nem fog összejönni, sőt nagyon elúszott.
azért még egy szépítő gól belefér, Szoboszlaival 4-1, hát nem lesz olyan csúnya vereség, de szép sem, én azt tudom nektek mondani. Ennyi volt ez a meccs, 4-1-re kikaptunk, nagyon sajnálom tényleg, hogy nem jutottunk tovább, de szerintem ez is emberfeletti, amit összehoztunk. Elődöntőbe jutottunk a magyar válogatottal, és hát szerintem parádéztunk, én azt tudom nektek mondani. Nézzük meg, hogy ki jut be a döntőbe rajtunk kívül. Brazília, Németország lesz. 2-1-re kikaptunk, én ezt már nem volt sem kedvem, sem semmim lejátszani. És ahogy láthatjátok, még a döntő nem járt le. Na hát srácok, nem tudtuk meg, hogy ki nyeri a VB-t, illetve hát ki nyerte volna a két csapat közül a döntőt, ugyebár Anglia vagy Brazília. Sajnos erre nem került sor, de köszönöm szépen, hogy itt voltatok, remélem, hogy tetszett nektek ez a kis VB-s különkiadás, vagy nem is tudom, mire lehet ezt úgymond hasonlítani. Én gondoltam már nagyon-nagyon régóta egy ilyenre, és szerettem volna kipróbálni ezt a játékmódot valamilyen szinten. A legközelebbi videóban, ezt most már előre meg fogom nektek ígérni, backopeninget fogtok látni, méghozzá a VB-s csomagokból, remélhetőleg. Úgyhogy legközelebb találkozunk, ha tetszett ez a fajta videó, akkor mindenképpen dobjatok egy lájkot, és iratkozzatok is fel, legközelebb találkozunk, én Lehe voltam, és szevasztok!